1.828.000 forintos ügyvédi megbízás. A dokumentum szerint ezért a pénzért 96 óra jogi tanácsadást rendelt Malomsoki Krisztián, a helyi sportközpont Ilyen Szexárd által kinevezett, azóta már visszahívott egykori igazgatója. A dokumentumot az önkormányzati sajtóiroda osztotta meg a Facebookon. Azt írják, ráadásul Malomsoki Krisztián vezetése alatt több gyanús jogi tanácsadói szerződés is kötetett, emiatt több ügyvédi irodának is fizethetett az önkormányzati cég ugyanazért a szolgáltatásért, néhány esetben érvényes teljesítési igazolás nélkül. Még különösebbek azok a kommunikációs szolgáltatások, amiket az egykori igazgató rendelt meg. Malomsoki Krisztián januárban és februárban 50-50 ezer forintot fizetett ki marketing tevékenységért egy vállalkozónak. Ebben az időszakban viszont a sportközpont a nagy közönség előtt zárva volt, vagyis semmi nem indokolta, hogy kommunikáljon az intézmény. Ugyanez a vállalkozó áprilisra már közel 500 000 forintot számlázhatott le. Eközben viszont Malomsoki Krisztián nem fizetett rezsiszámlákat, emiatt az áramot kis hián kikapcsolták a létesítményben. Annak az időszaknak az átvilágítása jelenleg is zajlik, amikor ő vezette a sportközpontot. Eközben ő az önkormányzati sajtóiroda bejegyzése alatt Facebookon reagált a dokumentumokra. A szöveget nem idézzük, mert az minősíthetetlen káromkodásokat is tartalmaz. Malomsoki ugyanakkor nem próbálta megindokolni, miért fizetett több millió forintot ügyvédi megbízásokra, mint ahogyan az sem mi indokolta, hogy előbb 50, majd közel 500 000 forintos marketing tanácsadói szerződést kössön abban az időszakban, amikor a sportközpont zárva volt. Csupán azt írta, hogy ilyen nagy összegű kommunikációs számlát csak egyszer fizetett ki.